Чужо. Все, сюда водишь. А мне кто-то у нас кто-то как есть, стоп. Смотри, а. Dai, certo, ma sono bloccato il ricetto. C'ho il numero, metto di cosa bloccato. Che non vuoi? Che non vuoi? Che non vuoi? Certo, qui è tech baita. Fuori da tu, vedi. Ah, ragazzi. Oh, io ho mamma, mi zia, la sua cosa. Guarda, ma... Ma non è? Ось мами го відео мой фіом. Ви ж теж здесь не вон. Ось мак фіом о відео. Даш фір. Окей. Ode solo. Se devo drago, devo essere bella di un po' scottecata, tu venghi e cairo il cazzo, e sai che adesso mi arrivo io a muro pro. Ho slobo di un po', e sai che stavo. Ospa, questa è su. Chiano, chi? Para
Dujtrin Vorbi Kalingetál, numa kemulo pro. Co to je panov? Panov Bavare, se rumeni. Dáme baktále. Dáme baktále, mou. Kate je muro pro kata, koji vi voj. Posun to drago, dete, čutile, staj sa vora žene šavole. Verte me godjasni, kada sam sad gledi, godjel kom bomo, moštiš. Ja nu var bojiš. Čoro. Ti si staj da godjel. Ažu kara muli, cini sirkinja. Usta ne mangelove. Kajno si. Dengi si la pitto. Ah, non, non, non. Le gatti, non. Olha que outra mama que esta vida outro só porco. Mi bacio. Ovo meni u feo bula, a se kito bula se. Bacio mi zidla. Ok, ta se da čoport ba jo, kësi. Bas unanom čoport ba, ozme, kës ta so. E vam feja. Drago, drago, dele sam da ljubav sko te kade, tu menge, kaj roj kato. Te šaj kjera sam ari, moja mu ropro. Po slobodu luma, te šaj ta vam. Jaz van itt, így vártó minden, van itt a bátyának. Bátyának, itt így. Á, itt ilyen komolyos idegek, itt a ideg vagyok. Osszátok sorró. Velem a testben gond van. Elbocsátok. Tataraza pipi pipo ti 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 ti. Andrej, vale, ma che la vuoi? Dile come ne sto pusando per quella. Dammi, dai, dai, che vado. Dai, che vado. Tutto, aspetta, la sono mente. Era ma. Három nézem meg napon, nézem meg, te kisem van. Hát csak száz. Jó, 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 jó. Mafia, mafia. Tanyiba, ha temetek be. Kettesbe. Csorró! Gyere Csorró! Minden van! Minden van! Gyere kicsim!
Kitty. Ciao Alessio, muovo dire muovo. Stava a sbattere il muro qua. E mi ricordo il film. Mi c'è un giapponese che ci sta a fuori in loro. Oh, giasbo. Non è arco da pene, spion battolalo. Captain Berbay. Lo stato che vi do il teo. E adesso lo... Abbiamo il film. Abbiamo il film. Това е това събитие грите. Харум не е за нече. Хот. Това е кирата, шум кърт. Това е върка кирата. Си аз туда водиш. Дара тока ми стържа. Тобачка, вона от Бог. Тобачка, вона от Бог. Era frio. Vedi che tol. Dobla cut. Nenda. Forgot. Чата шо? Та шо? Ось ме го видео. Ей, вам ми дикта шпе, ось ме го видео. Къс? Къс, ма ось ме го видео. И вон та шпе, романикел. Лато. Това е сбакта. И звон тъспир. Мултимилово са агол. Торо. Озба ме го видамо къс. И звон тъспир. Той е цвета ме деку. Файр ми не му. Fire, mentiro! E muito! Vai do mar, essa mão! Bom! Era pior! Hoje me convida o teste, o Cus! Poem colba, 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 mi dico per lei che ci l'ho pitto. Vale a firma, ho cotto zitto, già smo che c'è sto telefono. Ecco, kush, mi è hazzat. Batya. You know what you say. Granny. Yeah, that's it. That's what you stand for the ball. Yo,
Čaká husa, čo chci zase, chvíľa. Sedelo drago, dele sa bola ďuba z kotekády, tu menge, kajroj kato. Marba, kajroj. Čaj, kera sa mári, vôjam urofra. Po slobodu doma, šaj tava. Dere, ta šova. Tá tu minden. Dere, bro. Bola, kibola. Hello. Mi a király? Mi a király? Mi a pálya? Mindig betaláltam őt. Tássó. A Jazz a Bós! Most vettem ki a bambus, tudod. Jó, megy basszus. Mennyit vettél ki? Amit nem, hogy 800 ezeret. Az igen. Mire föl? Ja. Mit? Mire fölvetted ki? Nekem már volt ebben például töltik fejletettem. Ha? De mit fogsz? Vásárolsz valamit vagy? Nem, gyűjtöm a pénzt, tudod. Ja? Nekem, nekem. Erre adok menni kell 20-30, 40, 50, 60, 70. Adott haver, majd belecsapunk a lecsóba. Ja. Hallod, de testvér, hozd már meg ezt a videót az unalomba. Nyugi, nyugi van. Jó, kész, bableves sülökkel. Ó, ez a kedves kajám. Simán, most egy közben főztem lecsót. Mit? Lecsót, főztem lecsót. Az nem jó. Az is jó. Hát nézzük. Én jönnék a legnagyobb. Hello, Gyöngyvér. Kis Laci, Andi. Renáta, Mésza, sziasztok! Nézze, mennyi izé jönnek befelé, rengeteg ismerősöm, nézd, olvassad, van egy lista. Ötkös, itt mindig betaláltam. Ma ittál valamit? Nem ittam semmit. Nem, ha? De jó, hogy mondod, mindjárt iszok egyet. Egészségedre, egy jó hideg sört, vagy valami. Van itt, ha meg haszton is, ha kell, akkor nem azt kimegyek a boltba hozzuk. Ja. Szia, Kárász! Tündi, mi jó? Itt van a Tündi. Meg vagyok halva érte, képzeld el. Fú, bomba nő. Ez jó. Nagy Spini, a Tündi. Halló, most nem dolgozol? Szerinted dolgozok? Hát most gondoltam, hogy nem. Szóval nem olyan fiúsom, hogy én dolgozzak. Megmondom nyilván, hogy csak mindenki előtt. Ezért szoktál inni pálinkát? Amit mondom, most egy 30-40 liter. Bolond! Ezt köszönöm, hogy itt mi a durvanás lesz. Jó. Hallod? Olyan jól esik bejönni hozzád, képzeld egy ilyen hatalmas nagy régi emlékek feljönnek bennem, mert életemben a legelső lájót úgy csináltam, hogy egy csajnál voltam, én voltam nála bent. 11 óra hosszán keresztül. Kemény. Az ott életem attól döntöttem el, hogy csinálom a lájót. Ja. Én is csinálom testvér, látod? Mi vagy te hallod? Hallod, nyomtatjátok a pincébe odalent, hogy mi a pincébe? Nem tudom, testvér, 10-2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 0-
De büszke vagyok az én rád. Hallod, büszke vagyok rád, hozzád képest csöves vagyok. Ja, az tudni. Az lehet. Hát nem, ez biztos. Nekem nincs egy vasam se. Befizettem a rezsit, az kész. Nekem van társadalom, bármit adok, kivasztam. Köszönöm szépen, nem kell végül is most. Még, hallod, még van kaja, addig nem kell. Ja. Éjjel nem halok. Nézzed, közel jöttek be hozzánk rá. Vivi, szia Vivi, hol van Virág? Szia Sanyi. Hello István Ignác. Szia Gabi. Vivi, szia Vivi. Vivi, hol van izé Virág babája? Nézzem, mennyi ismerősöm itt van nálad, Bert, látod? Ja.
Hoztattam ide a gyereket. Jó. Többen nézzenek. Tudod, itt mindig volt. Képzeld el, ma voltam Egerbe, a Vodafone-nál, aktiváltottam az új csomagomat, 17 ezer forintba került, korlátlan az internetem, tegnaptól, meg beszélgetek minden az eurós országokkal. Tudod, ami ország létezik az Unióba, meg veled, meg mindenki el dumálni. Ez a néző társpér felfele. Nézd, amennyien jönnek hozzád. De ne legyetek nyugodtan, válaszol, majd van. Vivi baba, üdvözlöm Virág baba. Üdvözlöm Virág babát, Vivi babát. Így van. Beszélgetek közben hozzád, látod, vannak itt sokan bejöttek, ja. Szia Tündi. Hello Virág, virágokat fújja a szél. Szívem, a virágok fújnak, hogy tízezesek is fújnak mindenre. Hello, Jocó Petri, cső Jocó. Cső Andi. Hallod Virág, látod, multimilliómos, kicsoda, ő, a jazzdobos. A Ricsi, a jazzdobos. A virág, tripla like, tripla like, egy ötös. Ennyi. Ennyi, több ló nem indul, hölgyeim és uraim. Ezt már te is kell egy kis pénzt teszni. Jó, nem zavarlak már, mert izé, elveszem itt a nézőidet. Nem baj, nyugodtan. Tudod, király, én vagyok. Tudom, te vagy a király, én a császár. Ennyi. Valamelyik az előbb ideges fejet küldött, annak mindenkinek adott egy tizenöt, hogy ideges fejet küldött. Minden hozott nálunk, köcsém, ez a való világ. Én hoztam a drogot, na te meg a bulát. Jó. Ez így van. Köszönöm. Jó, szia, testvérem. Hát, Virág, nem jöttél az a baj. Te mindig, Virág, már mondtam Virág babám, a múlt héten is neked, hogy te Virági nagy szájkaratézunk, az a baj, szájkarate. Ja. Sose jössz be, Virág, csak múltkor is mondtad, hogy kisvinkéled magad meg mindent, aztán bejössz, de nem jöttél. Hiába váltanak, nem jöttél el. Olyan jó, szia, testvérem. Szia. Megyek. Négy? Ja, megyek, szia testvér. Nyomjál már ki, légy szíves. Szia, jött pénzre hadd szemed, azért vigyázz rá. No. Hát én mindig vigyázok, tudod testvér. A tényleg millió volt. Legjobban magadra vigyázz. Jó van, szia testvér, jó. Örültem, hogy itt voltam. Legyen szép nap, napod. Neked is. Amíg, én is. Da, kamo. Na, figyelj. Köszönöm. Brandon a sztár. Itt a Brandon a király, fiam. Unatkozok, tudod. Unatkozok. Várjál, fiam. Melyik ide a vicces fejet? Melyik törte be az ablakot, Csázi Ricsék? Melyik? Melyik ide a vicces? Sóra úrra törik az ablakot, én minden? 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 Sóra. Jász. Na. Gyertek, üljetek be ide, forgatok. Amelyik a vicces fejet küldönök, egy 10-20-as kirántok ide. Ó, van már, mit szélez magadat? László, mondom. Látom a közvet is. Már megy? Ugye? Nem veszlek fel. De? Ha. Itt a csóró a vonalba. Elhagytam már ez a pikés, jobb nincs volt. Ki vagyok ideges. Ideges vagyok, fiam. Nem láttad ma. Dikta. Ijaj, szokerlap. Telepuszod én a murosz. Akár kasza bevó. Tudod, fiam. Amelyeket erre adok tízázat, amelyek a viccsáját küldenek, tízázat adok. Én nem tudom ki az. Az a vicces fejű. Jaj, de ideges volt, elcsúszom. Hát inkább ő ideges, mint én. Nem tűz ez is a nyakam, nyakamba van is. Ebbe is csalva. Tiszta ideg vagyok. A sok áramon is. Színi szirkinya. Valamelyik ideges.
Ki az az ideges fejű? Tudod? Jaj, de ideges fejű, ki a rohó? Jaj, de ideges valaki, ki az az ideges? Mó. Jó? Gyere csorra! Ez az csorra, hogy nem jó a nehez. Olyan kolbásza van, mint csillag. Lengő csillapító. Csorra! Gyere csorra! Ki ez az ideges fejű? Jaj, de ki azt a vicces fej, de adok pénzt, szívát is küldi, de jó vagy, nem tudom ki néz. Gyere, ülj már be, de a BMW most megyek. Kimegyek, jaj. Átbizom, gyere, egyéb bablemes, meghívod. Gyere már, fiam! Valaki ideges. Vicces fejt, melyik küldi? Itt a vonalból bátyja. Gyere, keres nekem is! Gyere, nekem is keressen itt! Mutassak még! Van itt, így váltom minden! Húha! Mozdul! De ki az a vicces fej, de ne idegesít ennyire. Gyere, adok, ideges vagy. De ideges, de ki az az ideges ennyire? Biztos a morál, ha ki más lenne, ha nem vagy. De látj rá, én vagyok fiam, tudni. Azt kettem föl. Minden. Itt pusztulok a léhem. Megtenk is sem van. Bátya mindig beszél, fiam. Na gyere a viccelődjét. Ja, írva van tényleg, hogy a Gáspár Zsolti. Tegyék, hogy ez a palotaiba vele. A temető. Hányos parcellába. Kettesbe. Csorró! Minden van. Minden van, nézés. De kár. Mi rosszol kár. Gyere, kicsi. Valaki be akar jönni, bánom. Van minden film, bánom.
vende. Te quedas somai voy a chavare. Jipe pai de taro. Que chorro! Era bafio. Na, Ali? Mi a testem, mi a helyzet? Hát, én kérdezem tőled, hogy mi ez a nagy öröm. Hatkozok. Ha? Hatkozok. Hát jó, de most minek örülsz annyira? Én nem örülhetek. De örülhetsz nyilvánvaló, csak nem értem, hogy mit van az a nagy bulizás. Mert szerda van, tehát nem hétvége. Hétvége van napközben, hanem mindig hétvége van. Hát ja, figyelj, én meg ilyet iszok. Azért hozd már, és te majd nincs éhezés, ha tudod. Na, tehát azért mondom, hogy én sem élek túl rosszul, csak érdeklődök, hogy mitől olyan jól? Mitől megy olyan jól? Tehát engem is érdekelne, ha van valami jó biznisz, bármi lehet. Jó. Ha? Jó, hogy mit kérdeztem, mert nem értettem. Mondom, ha valami jó biznisz, engem is érdekel. Csak van ezt lenni. Hát ilyen sose lehet tudni. Az életéről van szó. Milyen okosság van, érted, amit... Kész a próbálgás, aztán kiszígni a mérget. Mesebeszélek. Semmi másról nem szól az élet, csak gondolkodni kell. Rendben, Jenny, vagy felhívom Dr. Kunzul. Miért? Tadjon az én dolgom, jó? Akkor el kell tűnöd innen, minél gyorsabban, mielőtt ide jönne. Hát de ne legyél hülye. Most csak most mondok egy tippet, tehát ne reklámozd, hogy mennyit húzol, mert nem biztos, hogy csak én nézem, lehet, hogy néző olyan majom is, érted, aki azt szeretné tudni, hogy te mennyit húzol. Ja. Most az neked lehet, hogy sokba fog kerülni később. Már? Mindig volt testvér, mindig lesz. Tudod. Én tudom, milyen az, amikor van. Csak amikor az adóhivatal is tudja, akkor már nem olyan jó. Ja. Ugye? Érted a lényegét? Persze, tesszük, most itt az egyet. Érted, tesszokkal, vigyázni kell. Vigyázni kell, nem kell. Most a hasán van, aki így jó, igen. Okosba kell csinálni. Ha most viríthatok, nem? Az én pénzem. Hát persze, virítani lehet. Mindjárt ideje. Hát akkor? Nincs azzal semmi probléma, csak mondom, hogy nehogy más. Mit? Muszáj innom valamit. Ja. Vagyok én éjszakás nővér. Ezt nem nekem találták ki. Tudod, most Magyarországon szeretik az olyan embereket, akik nem tudnak elszámolni azzal, hogy honnan van pénz. Ja. Mert ott nekem egyszerű, én külföldön élek, nekem egyszerű, hogy miért keresek annyit. Annyit keresek, őszintén. Nem tudom. Én is keresek, testvér. Annyit biztos, mint amit te mutogatsz. De még tudod, hogy mutatni kell. De az se probléma. Azt akar, hol a sötét van. Ennyi. Ugye én úgy vagyok vele, ezt bankábával kell majd mutatni, a készpénz az minek? Egészségben a testvér. Na, mit iszol? Egy kis házi pálinkát. Legalább szilvát? Jaj, eltaláltad, jó. Jaj. Az oda, basz. Az jó. Szávasz baktáló. Igen, nekem csak ez van. Szávasz baktáló.
Erősen. Ez jó volt. Erős egy kicsit. Hát most nyáron voltam Kisarba. Tudod, hol van Kisar? Há? Kisarba voltam otthon. Azt mondta, hol van? Na, ott ittam igazi szilvapálint. Na, az jó fajta. A szakmáli szilvapálinkátnak párja nincs. Halló, testvér, akkor azt mondod, ne virítsak pénzzel? Figyelj ide, hát én azt mondom, hogy okosba kell. Magyarországon meg pláne. Mi hívják a navod, vagy mit? Hát nem tudhatod. Ja. Ja, bizony. Hát annál sokkal kevesebb is hívják a navot, mint amit te csinálsz most. A okosba kell ezt csinálni. Miért ott van például bevándorlókat, az is virított. Hát jó, van, hát figyelj ide, rá is baszott, nem? Hát ja. Hát akkor... De most akkor én is mondhatom azt, hogy úgy kaptam ajándékba, nem? Ennyi. Hát, de mondhatod, csak azért mondom, hogy okosan. Ja. Ki az a vicces fej? Ki az a vicces fej? Már nem tudom. Már 62 gyomot. Gyere adok 10 000-est. Ki az a vicces fej? Gyere adok 10 000-est. Azt szerintem valami csaj, akinek tetszel. Lehet. De 10 000 ér? Hát azért hallod, hát... Na figyelj csak, már le is kopott. Hoppá! Még most is küldi, látod? Hát de mondjál neki olyat, hogy na most csaj vagy, küldjél ilyen jelet. Csaj vagy, akkor küldjél. Akarsz valamit még? Na látod, ennyi? Na látod, már küldjél. Hát én ne fajozok már be neked, hallod? Mit? Azért nem vagy te olyan roma gyerek, hát csajozz már be magadnak, bazd meg. Én hallod? Társadal, én paraszt vagyok, a paraszt létem, tudok cigányú. De soha nem voltál paraszt. Miért én szerinted cigány vagyok? Hogy hívnak? De a tisztességes neved. Fájfé Ricsi. Na hát te sose voltál paraszt. Hát ezért mondom. Rendes na hát Fájfé... Hát nekem figyelj, aki a magyarokat Magyarországon úgy hívja, hogy paraszt, az soha nem volt magyar. Az rumungró cigány volt világ életében. Ja. Például mondok neked, hogy sebő. Figyelj, én nem beszélek beású. Ja. Come up to? Hey, hát engem ne szeressél. Hát akkor azt megértetted, nem? Na látod? Hát jó van, de én olá cigányul értek. Ja. Az nem... Figyelj, én magyar gyerek vagyok, amúgy magyarként születtem, csak nekem nagyon sok roma barátom van, érted? Uh-huh. De tényleg úgy mintha testvérek lennénk, olyan szinten roma barátom. És tőlük tanultam cigányul. Ja. És mit szabad kérdezni? Várj picit. Mit dolgozott ki, szabad kérdeznem? Én most a... Hát egy... Én úgy mondom, hogy a Németországba érkező legújabb autóknak a teszt fárere vagyok. Ó, akkor sokat keresem, nem csak annyit. Mit azt fér? Nem. Nem keresek sokat. Annyit őszintén? Nem az a német, hanem a legújabb Maserattival, a legújabb AMG-vel, a legújabb BMW-vel, a legújabb Mercedes-ekkel, a terepjárókkal, amit el tudsz képzelni, a legújabbakkal járhatok. Yeah. És ezért még fizetnek is. Yeah. Akkor szerinted ezt a kis videót törüljem le? Hát nem muszáj, de hát figyelj ide. Hát azért mondom, ne bohóckodjál, hát le vagy te ember, nem?
Hát ember vagy te, tehát nem ilyen izé. Most figyelj, de most megmondom, hogy én úgy néztél ki, most ezzel, ahogy mutogattam a lóvét, most számomra ez úgy jött le, mintha most árulnád magad. Aha. Ugye ennyi pénzért megvehető vagyok, érted? Hát most, ja. Hát azért gondolom, hogy nem ennyiért vagy megvehető, nem? Nem. Na látod. Hát azért mondom, hogy el kell gondolkodni a dolgokon, még mielőtt az ember csinál valamit. Ja, értem. Hát figyelj, nekem volt olyan cégem, hogy egy év alatt kerestem 2,5 millió eurót. Azt, az mennyi pénz magyarban? Hát azt nem tudom. Szorosz fel. 1 milliárd. 1 milliárd? Hát körülbelül. Ilyen gazdag gyerek vagy, nem? Nem, ne, soha nem voltam. Nincs is pénzem, már honnan lenne. Mutass egy eurót, egy tízest. Hát most inkább nincs. A faszom megy el a pénztárcán. De van benne, bőven. Mi? Van benne azért, nem? Hát figyelj, mindig van annyi, amennyi kell, ennyi. Ja. Feleséged van? Hát elváltam, van 2 gyerekem Magyarországon, meg van barátnőm, akivel együtt élek 7 éve itt Németországban. Ja. De megenküldi a vicces felett. Ki ez te? Húha. Hát figyelj, írjál rá, hogy írjon privátba. Vagy mondjon neki, írjon neked privátba, hogy miért küld ilyen vicces fejet. Nem tudom ki. Ne én fajozzak be neked, érted? Hát ezt mondtam neked az előbb. Ide a privátba, akár most 3 vicces fejet küldj egymás után, akkor tudom ki ez. Na, erről van szó. 3-at küldj egymás után. Nem többet, csak 3-at. 3-at, de akkor már tudom ki az. Na, de ezt így kell elmondani, érted, hogy értsen, miről van szó. Igen. Yeah. Azt amúgy te honnan vagy Magyarországról? Én pesti vagyok. Hol? Pesti? Pesten lakok. Ja, Pesten laksz. De te sose voltál pesti, tehát azon kívül. De hol születtél? Hát Magyarországon... a beszéletben. Én Magyarországon születtem, csak nem mondom meg, hogy hol. Már lehet, hogy többen néznek. Ne szégyeld annyira Szabolcs-Szatmár megyét. Inkább nem nyilatkozok, hogy hol születtem. A sok irigyem van. Ezt szart már le. De nem, most én a privátban kérdezem, hogy hol születtél. Budapesten születtem. Áj, adjad már, ugye, dumád. Hát azért ezt a dumát te se eszed meg egyébként. Hát most, ha én adnám elő, te se innéd el. Figyelj, én Szabolcsba... Én Szabolcsban születtem, Szabolcsban nőttem fel, 18 éves koromban elkerültem külföldre, és azóta én itt élek. Én most 47 éves vagyok, hát akkor gondolhatod, hogy nem most kezdtem. És mikor jössz magyarba? Hát én csak nyaralni járok oda. Ja. És milyen ott ki jó? Szerinted minek menjek? És milyen ott ki jó? Figyelj, én megélek. Tudsz félretenni? Hát egy kicsit mindig. Kis apró. De nem töltesz cigit szívsz. Micsoda? Nem töltesz cigit szívsz. Nem. Hát a piros marbulat. De most az a gond, hogy most én töltögettem a cigit, mert tudod, unatkozok. Meg minden. Nem, egyébként szoktam tölteni cigit, mert úgy vagyok vele, hogy valamilyen szinten spórolás, érted? Ja. Megtenném én is egy piros marbolt szívok. Hát figyelj, amikor Magyarországon vagyok, én csak piros marbolt szívok. De az a baj, hogy nincsen jó marboló Magyarországon. Nem, inkább át szoktam menni Szlovákiába, és ott veszek elemet. Piros elemet, ugyanis a piros elem
az sokkal olcsóbb, mint Magyarországon egy Marlboro, és jobb. Igen. A Magyarország kurva drága. Ja. Voltál Szlovákiában is? Szoktál járni? Hát persze, én át szoktam járni Szlovákiában. Nálunk nincs messze. Ja. Komáromba szoktam menni nyaralni, és onnan át szoktam menni mindig. Hát onnan ugye 3 kiló átmegyek a hídon, aztán már Szlovákiában vagyok. Ja. Milyen? Várjál, mit az adtunk. Milyen messze van Németország Szlovákiától? Hány kilométer? Hát én ahova megyek, tehát én Komáromba megyek, az 840 kilométer Stuttgarttól. Az egy kicsit sok, nem? Hát ez relatív, 8 óra. Itt még mindig gyűlő a vicces fejed. Gyere, adok 10-es, küld már még egy 3-ot. Én nem megyek gyorsan, tehát én nekem nem az a mániám, hogy 200-zal menjek, minek. Ja. Milyen kocsid van, tesó? Nekem Mercedes van. Milyen, fekete? Nem, ezüst. Uh-huh. Új? Nem, hát minek új? Az új tiszta műanyag, hát minek az? Jó, megy? Hát, figyelj, megyeget. Mennyire vetted? Sok volt ott kint? Nem, itt olcsó. Mennyi jött ki egy kocsi? Hát attól függ, milyen. Például egy fekete BMW. Hát egy fekete BMW, de milyen típus? Milyen évjárat? Mi? Egy hatos, turbodízel. Á, dízel autót itt fillére kéverc. De mennyi az forintba? 3-400 000 forintért már tudsz venni. Az nem sok. Itt meg tudod mennyi? 4-5 millió. Hát jó, de azért mondom, hogy nem mindegy, hogy milyen évjárat. Érted? Hogy most egy 20 évest veszel meg, vagy egy 2 évest. Jaj. Nem, itt most Németországban a turbodízelek, azok most olcsók. Azért, mert tudod, hogy a károsanyag kibocsátás itt most nagyon, nagyon megnehezítette a forgalmat. Tehát nagyon sok városban nem lehet bemenni olyan autóval, aminek mondjuk nem kék matricája van. Tehát magyarul Euró 6-os motorral rendelkezik. És az Euró 4-essel rendelkezők, azok kibaszott sok van, és fillérekért árulják. Például egy Mercedes, lehet venni egy ilyen 15 éves Mercedes, lehet venni 500 000 forintért. Ez komoly. De még folyamatosan kiderül. Küldjél már még egy 3 vicces fel, akkor már tudom, ki vagy. Hát, még egyet. De csak 2-t küld. Hát akkor már tudom, ki az. Na, Zsák, most már legalább megfogtam, hogy ki az. Na, az van, hogy ki nézi. Te valit ismered, Bakost, aki nézi? Nem ismerem, mert... Én ismerem. Ezt az Andrea Biberbaumot nem ismerem személyesen, de Stuttgartban él a tudom. Most küldj 3 szívet. Igen. Utána meg küldjön meg a privát, nem? Igen. Mondjuk a telefonszámát. Ja. Az ugyan be van. Akkor most küldj egy vicces fejed, vagy 2. Akkor 1-et küldj. Tudom, kérd. Nem, egyébként csak annyit akartam neked mondani, hogy jó biznisz most Németországban a dízelautókat felvásárolni és elvinni Magyarországra. Ja. Mert most kibaszott. Egyre olcsóbb lesz. Most belefaktad egy kis pénzt, kimegyek, elhozom ide haza, eladom itt, és ennyi. Hát így van, hát figyelj ide, ebből is lehet jó pénzt kaszálni. És nem 100 000 forintot havonta, hanem ennél sokkal többet. Yeah.
Csak hát be kell találni, érted? Mert megmondom őszintén, hogy meg kell találni azt a típust, ami a legjobb itt, meg otthon a legkeresettebb. Yeah. Te betalálta? Én tudom, melyik az a típus. Yeah. Az 1-6-os, 16 szelepes, 4-es golf. Ideges fejed, vicces fejed, egyszer hol vicces, egyszer hol ideges. Hát majd direkt mutatja, hogy ne találd el. A nőből van. Küldj egy szívet akkor. Nőből van. Tudom, hogy nő küldi, csak nincs itt, mert hozzászó. Ha ide írna most, jelenleg akkor tudnám ki az. De így nem tudom. És most honnan beszélsz? Én? Helyileg. Pesten. Most helyileg Pesten vagyok. És Pesten merre? Hát azért Pest nem kicsi. 13. kerületben. 13. kerület, várjál, az nekem azonosítani kell, hogy hol is van. Újpest? Pest, igen. Nem, 15, az 15. Újpest az 15. Akkor bocsánat, 15. Azért mondom. 15 belakul. Hát én a Szúnyog-szigeten laktam egy darabig. Azt ott hol van? Persze. Na, ott laktam egy darabig. Hát tudod, az az a híd, ami átmegy Óbudára, a vasúti híd, ahol forgatták Majáék a videót. Igen, vagy igen. Majkán. És kérdezhetek hát, tőled valamit? Nem. Ja, kérdezhetek tőled valamit? Na, kérdez. Minden nap szoktál inni? Nem minden nap. Van olyan nap, hogy kihagyok. Aha. Általában mennyit szoktál, te meg mennyiségbe inni? Hát figyelj, ha olyan napom van, akkor egy üveggel. Az komoly. És akkor még más rúgta? Hát nem, nem. Hát akkor úgy, már tudok aludni. Ja. Hát ha elmegyek szórakozni, akkor nem autóval megyek nyilvánvaló, és akkor sört is iszok hozzá. Most narancslét iszok hozzá, egyébként sört szoktam. Ha. Jó, de ha szórakozó helyen vagyok, akkor sörrel vegyítem, akkor gázos, érted, mert akkor másnap nem kell menni dolgozni. Úgy könnyű. Uh-huh. Hogy találtál rám? Hát figyelj, nem rád találtam, hanem a Berta az ismerősöm. Ja. És én ővel szoktam. És ővel szoktam beszélgetni. De ki az? Hát akivel az előbb voltál beszélgető. Ja, értem. Ja. Előttem. Hát ő nekem az ismerősöm, és úgy találtam, csak hallottam, hogy kivel beszélget, meg miről, és akkor úgy is kapcsolódtam be. Jaj. Gondolod, hogy jelölj be? Hát figyelj, gondolod, te jelölj be. Hát én nem jelölök be senkit, nekem van 3000 valahány száz ismerősöm, tehát nekem sok van. Tehát én nekem az a baj, hogy naponta ilyen 50 bejelölésem van, tudod, aztán nehéz kiválasztani, hogy ki az, aki... Ja. A legközelebb szépen megkérlek, megosztanál ezt a kis videómat? Figyelj, megoszthatom. Nincs ezzel semmi probléma. Sokan fognak nézni szerinted? Hát nem tudom. Mondjuk van 3000 nézettséged, vagy 3000 ismerősöd, akkor mind a 3000 fog nézni. Az a baj, hogy én Németországban élek, és normális esetben itt ez lehetetlen időpont, amit most te kiválasztottál, érted? Ja, mert ha te most egy komoly témát akarsz feszegetni, akkor ilyen szombat délután, nem késő délután, mert akkor már elmennek az emberek szórakozni, hanem egy ilyen, nem tudom, ilyen szombat délután 4 óra magassága az még úgy megfelel. Ha abban az időpontban indítasz egy normális beszélgetést, igen.
Tényleg, ha egy kis politikát is beleviszel, akkor elképzelhető, hogy belevennek emberek a dolgokba. De nem tudom politikálni, érted? Az nem baj. Majd én tudok helyetted, ha kell. De hogy vagy fönt a Facebookon? Én? Nekem a nevem az ott van fent. Ignác István, Stuttgart. Nekem az jelölőben már nem, nekem nem engedi jelöléseket. Nem tudom miért. Hát de én meg nem tudom a nevedet. Úgy vagyok fenn, hogy most élőzök. Úgy vagyok bent fenn. Facebookon. Nézd meg. Várjál, most nem voltalak, és akkor... Bam, bam, bam. És milyen témával szeretnék kapcsolatba kerülni? Vagy milyen témába szeretnék beszélgetni? Mindegy. Ilyen zene, buli, minden mehet. Hát mert csak akkor olyan csoportba osztalak meg. Akkor legyen buli, jó? Hát... Az én csoportomban megosztottalak, ott van 3,500 ember. Oké. Ott kapcsolódhatnak rád. Aha. Aztán melyek tovább, milyen csoportjaim vannak még, ahol érdemes lenne megosztani. Horgászni szeretsz? Nem, az öcsém szeret horgászni, nem én. Az nem te vagy, jó van. Nem, az csak akkor nézek még neked olyan csoportokat, ahol meg tudlak osztani, érted? Unalomcsoport. Mi? Unalomcsoport. Hallottál róla? Milyen csoport? Unaloműző csoport. Hallottál róla? Hát, unaloműző, ha nekem nincs unalom. Ja. Na, akkor bejelöltél, tesó? Micsoda? Bejelöltél? Bejelöltelek, de várjál, most még nem jelöltelek be, de most osztalak meg. Most nézek olyan csoportokat, ahol meg tudnálok osztani még. Jó van. De most lehet, hogy kicsit abban jön valahogy, mert nem sokára idő lesz. Mennyi az idő? Hát még negyed hat sincs. Egy 5 percig beszélném felni, csak jelölőben majd visszajelölek. Van egy kis dolgom, is el kell intézem. Figyelj, ha nem, esetleg nem tudlak bejelölni valami oknál fogva, az sem gond, mert akkor mondjad a barátodnak, hogy jelöljön be. Ő tudja. Jó, de mi szív? Ajánljon ismerősnek, aha. Ja. De nem, küld a vicces fejet, adjak egy 10-es, 20-as. Küld a vicces fejet. Na, küldöd? Megszakadt. Itt vagy? Megszakadt a live. Várj a testvérem. Itt vagy? Itt vagyok. Valaki be akar hívni, nem tudom ki ez. Ja, itt te vagy ez. Te, ez a Virág Dóri akar veled beszélgetni minden áron. Na így? Szerintem. Hát ez a Virág Dóra. Ja. Majd megnézem. Látod, most itt a izét. Én meg 3 vicces fel, te vagy ez? Én nem. Nem, az a csajnak mondom. Ez a világ. Ja, én nem szoktam küldözni ilyeneket. Ja.
Szívem, kérsz még egyet? Barát, mert nem iszik, úgyhogy kénytelen vagyok egyedül inni. Figyelj már te is! Nincs testvér, már elfogyott. Ha mi van veled, jó van be. Ha sok a lóvé, az nincsen, mit inni. Na szép vagy. Mindig nem lehet inni. Dehogy nem, mindig kell. Lassan van. Te azt amúgy mivel foglalkozol? Semmivel. Ne basszál fejdegileg, hát abból nem lehet megélni, bazd. Nem dolgozok sehol, tényleg. Hát jó, az, hogy nem dolgozok sehol, az egy dolog, de azzal még foglalkozni lehet valamivel. Ja. Yeah. Megmutatod, milyen barátnő van? Nem. Hello? Nem. Az privát. Hát nem azért, de az tényleg privát, érted? Ja, tudom. Hát a kiai az, hogy veled beszélgetek, az egy dolog, de hát most, hogy az barátnőmet megmutassam, hát az most egy másik dolog. Ja, ja. Figyelj, na, figyelj, felmész a Facebookra, megtalálsz engem is, meg a barátnőmet is, mert fenn vagyunk, tehát fénykép is fenn van. Tehát azért mondom, hogy évek óta együtt vagyunk, hát nálunk már ez nem újdonság, csak hát na, én nem szeretem az ilyet. Jaj, értem. De aki le akar nyomozni, már előre szólok a csajoknak, akik esetleg ez miatt lájkolni akarnának, vagy írni rám, vagy bejelölni, itt a beszélgetésünk folyamán, akik esetleg hallgatják, hogy a barátnőmmel komoly a dolog, én nem akarok váltani, és ennyi. Tehát én csak szólok. Mert tudod, ezt mondani kell, ennyi. Tehát én úgy érzem, ez így tisztességes. Mert tudod, azért vannak kívülállók, akik csak hallgatják ezek, mert most is van 6 nézőnk. Igen. És hát beszélgetünk, nézelődnek, de nem tudni, hogy mit gondolnak. Ja, értem. Érted? Csak én úgy vagyok vele, hogy előre szeretek gondolkodni, és nem szeretném azt, hogyha most ez miatt én rám írnának, mert tök feleslegesen írnának rám. Ja. Na jó, legyen, tegyem, szia! Na, szia! Hát akkor...